Január 22-én Ungváron is megemlékeztek Ukrajna Egységének napjáról. 104 éve ezen a napon egyesült az Ukrán és a Nyugat-Ukrán Népköztársaság. A tárassevcsenkó szobránál megrendezett megemlékezés során a megye előjárói elhelyezték virágcsokraikat. Mivel hadi állapot van az országban, így nem tartunk nagy ünnepséget, viszont jelen körülmények között is megemlékezünk Ukrajna Egységének Napjáról. Fontos, hogy ma is egységben legyünk. Még 1919-ben kijelentettük, hogy Ukrajnának egységesnek kell lennie. Ennek fényében fontos, hogy megtörténjen a megszállt területek felszabadítása és krim visszaszerzése. A fegyveres erőink hősies küzdelmet folytatnak. Reméljük, hogy idén mindent visszaszerzünk és újra egységesek, függetlenek leszünk, valamint visszaszerezzük területi egységünket. A megemlékezés Augustin Volosin szobránál folytatódott. A jelenlévők a kárpátaljai népi Kórus tematikus műsorát hallgathatták meg. Ezt követően a megyei hatóságok és intézmények képviselői elhelyezték az emlékezés virágait. Idén az Egység Napján az ukránok a győzelemre és békére vágynak. A nyugat-ukrán és az ukrán népköztársaságok egyesítése arra irányult, hogy létrehozzák az egységes ukrán államot. Sajnos akkor az első világháború okozta veszteségek miatt ez nem sikerült. Ha ma párhuzamot vonunk, akkor ma ugyanúgy, mint akkor a fegyveres erőink, a nemzeti gárda és sokan mások rendkívüli erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megvédjék az országot és annak egységességét. Függetlenségét és szabadságát okvetlenül meg fogjuk ünnepelni Ukrajna Egységének napját Donetskben, Luhanskban és Szevasztopolban is. Az egység napja alkalmából szervezett rendezvényen az ifjúság is jelen volt. Ez egy fontos nap számunkra. Az egységünket szimbolizálja. Mindannyian kicsit másak vagyunk. Mindenkinek megvan a saját világnézete és jövőképe, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nekünk, ukránoknak egy közös jövőnk van, és hogy egy szabad Ukrajnában fogunk élni, amely kelettől nyugatig egységes lesz. Ukrajnában hivatalosan 1999 óta ünneplik az egység napját.